Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem az élő Isten után. Szeretett testvéreim, énekeljük el a 42. Zsoltárunk első versét. A 42. Zsoltárunk első versét, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Thank you.
istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy igaz örök Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és az ő szeretett fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünknek írott igéjét, amelyet János evangéliumából olvasok. János evangéliumának a 6. fejezetéből, a 6. fejezet 22. versétől a 35. versig. Másnap megértette a tenger túlsó partján maradt sokaság, hogy nem volt ott más hajó, csak egy, és hogy Jézus nem szállt be tanítványaival együtt abba a hajóba, hanem csupán a tanítványai mentek el. De Tibériásból jöttek más hajók annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették, miután hálát adott az Úr. Amikor tehát látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak a hajókba, és elmentek Kapernaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor megtalálták a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle: Mester, mikor jöttél ide? Jézus ezt válaszolta nekik: Bizony-bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Atya Isten. Ekkor megkérdezték tőle: mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte neki: azaz Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték tőle: és te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva, mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik: bizony, bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki: Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Eddig olvastam Istenünknek írott igéjét, és az ő szent lelke nyissa meg szívünket üzenetének befogadására, tudva azt, hogy boldogok mindazok, akik Istennek igéjét olvassák, hallgatják, és annak tanítását befogadják az életükbe. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Istenünk, Atyánk, áldott vagy igéd ajándékáért a Szentírásban. Áldott vagy életújító hatalmadért. Segíts, hogy az életet válasszuk, és vezess szent lelkeddel, hogy megtapasztalhassuk azt a boldogságot, amelyet olyannyira szeretnél megosztani velünk. Urunk Jézus Krisztus, te keresel bennünket, hogy barátságodban részesíts, és olyan életre vezess, amely mindennél teljesebb. Adj bizalmat, hogy válaszoljunk hívásodra, hogy másmilyenné legyünk, akik jóságot tanulni ebben a világban. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére.
A 155. dicséretünket énekeljük el, a 155. dicséretünket a 84. Zsoltár dallamára. A 155. énekünk itt kezdődik, ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Cselekedjünk. Jézus ezt felelte nekik, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Ezt kérdezték meg Jézus Krisztustól azok az emberek, akik őt megtalálták. Azok az emberek, akik előző napon ott voltak, aközött a sok ezer ember között, akik egész nap Jézus Krisztus tanítását hallgatták. Ott voltak azok között, akik több mint 5000-en voltak, csak a férfiak. És akiket Jézus megvendégelt, megsokasítva annak a kisfiúnak az 5 kenyerét és a 2 halacskáját, és mindnyájan jól laktak, és az összegyűjtött maradékot megszámlálva 12 kosárnyi maradék maradt. Ezek a Jézussal beszélgető emberek elindultak másnap, hogy megkeressék Jézust. És úgy keresték, ahogyan ma is sokan akarják megtalálni Jézust. Így kezdődött a felolvasott igeszakasz, megértette a tenger túlsó partján maradt sokaság. Megérteni az eszünkkel értünk, a gondolatainkkal. Megértették, hogy ott, ahol ők előző nap hallgatták Jézust, ott, ahol az előző nap részesedtek az 5000 ember megvendégelésének csodájában, ott mindössze 1 darab hajó volt.
és azzal a hajóval csak Jézus tanítványai indultak útnak. És Jézus nem volt abban a hajóban. Hol van Jézus? Hová tűnt? Ezek az emberek nem adták fel a keresést, hanem elindultak, hajóra szálltak. Nem tudjuk, hogy abból az 5000 emberből, ahol csak a férfiak voltak 5000-en, az asszonyokat és a gyermekeket nem is számolva, nem tudjuk, hogy hányan voltak, akik hajóra szálltak, és elindultak, és kérdezősködtek, és gondolkodtak, és nem tudjuk, ki igazította őket útba, de célhoz értek. Megtalálták Jézust. Megtalálták őt, és fölteszik neki az emberi értelem kérdését. Uram, mikor jöttél ide? Mikor jöttél ide? Mondd meg nekünk azt, amire nem találtunk választ. Jézus pedig nem mondta el nekik. Nem mondta el nekik azt, amit mi már tudunk. Hogy Jézus azon az éjszakán, amikor a túlsó partra küldött tanítványai viharba kerültek, Jézus befejezve az imádkozást fent a hegyen, meglátja tanítványait, akik küszködnek az evezéssel a viharban, és a tenger habjain járva oda ment hozzájuk. És amikor pedig be akarják őt hívni a hajóba, az a hajó azonnal, abban a pillanatban a túlsó parton termett. Ott, ahová Jézus elküldte a tanítványait. Uram, mikor jöttél ide? És Jézus nem mondja el sem a mikort, sem a hogyant. Ő egy különös dolgot mond. Azt mondja, bizony-bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért kerestek engem, mert jól laktatok. Mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. És szeretnétek, hogyha ez a jól lakás megmaradna nektek. Nem szeretjük azt, senki sem szereti, amikor valaki, akivel beszélgetünk, ilyen szókimondóan rámutat a hibáinkra. Rámutat arra, amit mi megpróbálunk takargatni. De Jézus mindig rámutat. Ha vele beszélgetünk, ő belelát a gondolatainkba is. Meg lehetett találni Jézust az eszünkkel. És az ige válasz az, hogy meg lehet. De vele igazi közösségben lenni, az valami egészen más, mint amit az ember az eszével meg tud ragadni. És ezek a jó eszű emberek, akik megtalálják őt, megérzik azt, ami fölötte van az emberi értelemnek. És nem sértődnek meg, nem kezdenek Jézusnak magyarázkodni, hogy Uram, hát mi nem is azért jöttünk, van nekünk, meg volt nekünk ennivalónk. Nem kezdik el védeni a maguk igazát,
amit a földi ember velünk együtt olyan sokszor megpróbál, hanem kimondják Jézusnak a legfontosabb mondatot. Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Uram, Te látod azt, ami hiányzik bennem. Uram, Te látod azt, ami el van romolva, el van ferdülve a gondolataimban, a rólad való elképzelésemben. Uram, segíts, igazíts helyre, mit tegyek, Uram, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjek. És Jézus egyetlen dolgot mond, mint mindennek az alapját. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Jézus azt mondja, az Istennek tetsző életünk alapja az, hogy higgyél Jézus Krisztusban. Hidd el azt, hogy ő a te életed ura. Ő a te gondviselőd. Az ő kezében van a sorsod. Hidd el, hogy ő szeret téged. Hidd el, hogy ő az ő életét odaadta a te életedért és a te örök életedért is. Hidd el mindazt, amit a Szentírás lapjain olvashatsz róla. Hidd el, hogy neki van hatalma meggyógyítani azt, ami gyógyíthatatlan az embernek. Hidd el, hogy neki van hatalma átvinni, átemelni téged a földi életből a mennyei örökké valóságba. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Higgy Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Az apostolok tanításaiban, amikor elkezdtem ott belül a lelkemben mondani ezt a mondatot, két történet jelent meg. Két történet, amelyben emberi életek találkoztak Jézus Krisztussal, és hitre jutottak. Az egyik történet a legelső történetek között van az apostolok cselekedeteiben. Annak a szerecsen kincstárosnak, annak az etióp kincstárnoknak a története, aki Jeruzsálemben járt és ment haza a maga országába, és az Isten gondoskodott arról, hogy ne menjen haza üres lélekkel, és hozzá rendelte utitásként az egyik tanítványát. És az a tanítvány ott útközben vele együtt utazva elmagyarázta neki, kicsoda Jézus Krisztus. És mikor ő megértette, azt mondja Fülöpnek, mi akadálya van annak, hogy én is megkeresztelkedjem? És a válasz így hangzik, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. És ő kimondja, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És miután megkereszteli őt Fülöp, a lélek elragadja Fülöpöt, eltűnik, de a szerecseny, etióp, kincstárnok, csak ennyit ír le róla a Szentíró. Örvendezve haladt a maga útján. Örvendezve haladt a maga útján. A másik történet pedig Pál apostol története, amikor Filippi városában börtönbe vannak zárva tanítványtársával, Szilásszal és
meg vannak bilincselve, halodába vannak zárva, rájuk van csupa az ajtó, de ők boldogan énekelnek dicséreteket és lelki énekeket, még éjfélkor is. Imádkoznak és énekkel dicsérik az Istent. És amikor Isten válaszként küldi a szabadítását, és lehullanak a bilincsek, kinyílik a börtönajtó, és a felébredő börtönőr, börtönparancsnok azt látja, hogy nyitva vannak az ajtók, és szégyenében véget akar vetni az életének, mert kudarcot vallott, mint börtönőr. Az apostolok megszólítják, és azt mondják, ne tégy kárt magadban, mert itt vagyunk. Nem mondják ki, de kimondatlanul is érzi az a börtönőr, hogy te miattad maradtunk itt. És a börtönőr hazaviszi őket a saját otthonába, kimossa a sebeiket, és megkérdezi, mit kell cselekedjem, hogy üdvözüljek. És a válasz ugyanaz, higgy Jézus Krisztusban. Pál apostol megkereszteli őt, és így van leírva, ezt felírtam magamnak, örvendezett, hogy egész háza népével hisz az Istenben. Jézus azt mondja, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. A hit, az igazi hit, ezt az örvendezést adja meg. Ezt a semmi máshoz nem hasonlítható mennyei örömöt adja meg a földön élő embernek. Azt a boldogságot, azt az örömöt, hogy én Jézushoz tartozom, és ő én hozzám. Azt az örömöt, hogy ő az én barátom lett. Ő az Isten fia, a világ mindenség ura, a barátom már lett. És a mennyei atya az én atyámmá lett, akit én is atyámnak szólíthatok. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. Higgyetek abban, akit ő küldött. És ez a vele való földi öröm, ez folytatódni fog. Folytatódni fog a mennyek országában, a bárány mennyegzőjé, ahol ott lesznek majd azok, de csak azok, akik földi életük során együtt tudtak vele örülni és örvendezni. A héten számoltam ki, még kiszámolni is sok volt, hogy jövőre 30 éves házasok leszünk a feleségemmel. És nem? 2001. Jövőre. 90. Biztos, úgyhogy nekem van igazam. Még én is megijedtem. Szóval jövőre 30 éves házasok leszünk, ezt majd Gyurika kivágja. És nem, meghagyja. Szóval fiatal voltam és meggondolatlan. 21 éves voltam, és a feleségem 20 éves. És nagy napodalmunk volt, körülbelül 150 ember, és ahogy teltek az évek, úgy gondoltam mindig arra, hogy ha nem akkor lett volna a házasságkötésünk, mert akkor is ő lett volna a feleségem, akkor
milyen sokan lettek volna, akiket biztos, hogy nem hívtam volna meg. Olyan nagyon távol lévő rokonokat, akiket szinte soha nem láttunk. A szüleink mondták, őket meg kell hívni, mert ők ilyen is ilyen rokonai. És legyenek ott azok között, akikkel együtt örülünk és együtt ünnepelünk. És aztán, ahogy ez az érzés bennem is megfogalmazódott, és látom azóta is a házaspárokat és esküvőket, elég sokat szoktam látni. Úgy látom azt, hogy valóban azok, akik örülni és ünnepelni szeretnének, azok ma már, főleg ha már idősebbek, mint mi voltunk akkor, akkor úgy hívják meg a meghívottakat, hogy köszönjük szépen, de nekünk nincs szükségünk azokra a rokonokra, akikkel soha két mondatot nem beszéltünk. Akik rokonaink ugyan valahol vér szerint, de igazából semmit nem számítunk nekik. És ma már a legtöbb esküvőn, a legtöbb lakodalomnál azt látom, hogy ott van a szűk család, ott van a nagyobb családból azok a nagyon kedves rokonok, akikkel egyébként is örvendezve tudnak élni azok a fiatalok, és rajtuk kívül azok a barátok, jó barátok, azok a nagyon kedves munkatársak vannak ott, akik igazán számítanak, és akiknek igazán számít az ő életük is. Hát, hogyha ez most furcsán hangzik tőle, akkor Jézustól is furcsán hangzott. Amikor ő azt mondja, hogy amikor majd a bárány mennyegzőjén ott lesznek azok, akik igazán hozzá tartoztak földi életük során, és majd jönnek azok, akik kopogtatnak a mennyek országának ajtaján, és hivatkoznak majd, hogy Uram, de hát mi is itt voltunk, meg mi is hallottunk téged, meg mi is láttunk téged, akkor ő azt fogja mondani, hogy sorry, nem ismerlek titeket, ti gonosztevők, mert még volt időtök, hogy engem megtaláljatok, amíg volt ideje az életeteknek arra, hogy velem találkozzatok, hogy bennem higgyetek, hogy átadjátok nekem az életeteket, hogy az én parancsolataim szerint éljenek, éljetek, az én igémet hallgassátok, hogy éljetek az úrvacsora drága ajándékával. Ha addig nem kellettem nektek, akkor mit akartok? Miért akartok ott ülni velem a mennyek országában, a bárány mennyegzőjén? Jézus azt mondja, higgyél bennem. Ez az Istennek tetsző dolgok kiinduló pontja. Higgyél bennem. Higgyél és ne kételkedj. Ne szabj nekem feltételeket. És mindened meg lesz, ami igazán fontos számod. Jézus azt mondja, ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek.
Mit akar Jézus? Azt akarja, hogy a mi kenyérkereső életünket engedjük meg, hogy ő átprogramozza kenyérkereső életből Isten kereső életté. Nem úgy, hogy kitörli belőle a kenyérkeresetet, és aztán vagy éhen halunk, vagy koldusok leszünk, hanem átprogramozza a sorrendet, hogy legyél először Istent kereső ember, és aztán könnyen leszel kenyérkereső emberré is. Mert mindig találni fogsz kenyeret. Jézus azt mondja ezeknek az őt megkereső embereknek is, amit a hegyi beszédben már egyszer hallhattak, hogy keressétek először az Isten országát, keressétek először az Isten uralmát magatokban és körülöttetek, és keressétek először az Isten igazságát, és minden második helyen, minden, amire szükségetek van, az ráadásként megadatik majd nektek. Engedjük, hogy Isten szent lelke újra és újra átprogramozzon bennünket. Hogy az Isten kereső életünk, ha azzá vált, megmaradjon annak. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Aki Jézushoz megy, aki benne hisz, aki őt kitartóan keresi, őt megtalálja, és nem engedi el, annak az élete, annak a lelke nem éhezik meg többet. Annak a lelke jól lakottan és boldogan tud megnyugodni, még a legzaklatottabb körülmények között is. Még ma is. Amikor mindenhonnan és mindenkiből csak a zaklatottság és csak a bizonytalanság árad, hogy mit tegyek, meg mit ne tegyek, hová menjek, hol csak, ne hol csak. Isten megadja neked a lelki békességet, és megmutatja neked imádságodra válaszként az utat, amit tenned kell. Aki hisz Jézusban, annak az élete nem szomjazik meg soha. Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Nála mindkettőt megtalálod. Megtalálod a lélek kenyerét, ami kenyérként táplál és erőt ad, és megtalálod a lélek italát, ami felfrissít és új erővel tölt fel. Adja meg Isten az ő szent lelke erejét. Adja meg nekünk az Isten a hit csodálatos ajándékát ezen a vasárnapon is. Hogy érezzük az ő jelenlétét, érezzük az ő hatalmát, gondviselését, szeretetét.
érezzük azt, amit hitetlenül oly nehéz elhinni, hogy akik pedig az Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Ámen. Úr Jézus Krisztus, Istennek báránya, aki elvetted a világ bűneit, köszönjük neked, hogy te Istenünk vagy. És köszönjük, hogy ilyen Istenünk van. Olyan Istenünk van, aki mindennél jobban szeret bennünket. Olyan Istenünk van, aki a legdrágább kincsét odaadta értünk. Köszönjük, Urunk, hogy te Jézus Krisztusban a barátunká váltál. Olyan baráttá, akiben mindig megbízhatunk, akiben nem kell csalódnunk, aki látja a gondolatainkat, látja a hibáinkat, és aki nem akarja, hogy ezek a hibák bennünk maradjanak, és segít, hogy megjavítsa. Segít, hogy eltávolítsa belőlünk azt, ami távol tart önmagától. Kérünk téged, Istenünk, hogy erősítsd a mi hitünket. Ha egykori tanítványaidnak szüksége volt erre a fohászra, úgy mi is hozzád kiáltunk, Urunk, növeld a mi hitünket. Add, hogy ki tudjuk mondani a tőled a gyógyítás csodáját kérő apával, hogy segíts, Uram, az én hitetlenségemet. Te látsz és te ismersz bennünket, Istenünk. Te látod az életünket, annak terheit, annak nehézségeit, de látod az életünknek az örömeit, a boldogságát is. Add, Urunk, hogy valósággá váljon bennünk az, amiről a Szentírás tanít és amire emlékeztet bennünket, hogy a benned hívő életek örvendező életekké válnak. Add meg nekünk ezt a veled és benned való örvendezést, még most is, ezekben a zaklatott időkben is. Örvendeztes meg bennünket, Isten, a te jelenléteddel, a benned való és benned megtalált kincseinkkel. Köszönjük neked a szeretetnek, az alázatnak, a türelemnek, a jóságnak, a kedvességnek, a megértésnek, a törődésnek a drága kincseit, amelyeket te adtál, sőt, amelyeket te meg is mutattál, hogy példával szolgálj nekünk. Kérünk, Urunk, hogy vezess bennünket továbbra is a te utadon, és ha elveszítünk a szemünk elől, add, Urunk, hogy utánad menjünk, és kérdezősködjünk, és ne nyugodjunk meg addig, míg újra meg nem találunk téged. Köszönjük, Urunk, hogy te beszélgetsz velünk, valahányszor hozzád imádkozunk. Köszönjük, hogy te mindent meghallgatsz rólunk, és mindent meghallgatsz, amit elmondunk neked. Hozzád imádkozunk, azokért, Urunk, akiknek oly nagy szükségük van a te segítségedre. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik betegek, hogy te gyógyítsd meg őket, hiszen a gyógyítás hatalma és csodája ma is ott van a te kezedben. Tegyél csodákat, Urunk, akár általunk, emberek által is. Hozzád imádkozunk, Urunk, a gyászolókért. Te tudod megnyugtatni, megbékéltetni a léleknek háborgását, begyógyítani annak sebét. Tedd meg ezt, Urunk, ahol szükség van rá.
Köszönjük neked, Urunk, a fiatalokat, a gyerekeket. Köszönjük neked, Urunk, a szülőket, a házaspárokat. Köszönjük neked, Urunk, az időseket, a maguk bölcsességével és élettapasztalatával. Add, hogy meg tudjuk látni egymásban, a Krisztusban testvért, akiknek szüksége van ránk, és akikre nekünk is szükségünk van. Hogy majd ott üljünk együtt boldogan a báránynak mennyegzőjé, és együk azt az igazi mennyei kenyeret, és igyük hozzá azt a bort, amelyet te megígértél, hogy újra iszol majd velünk együtt, Atyádnak országában. Kérünk Istenünk, hogy maradj ezzel a zaklatott és annyira hitetlen világgal. Gyógyítsd meg ezt a világot, mi értünk, a benned hívőkért, a te gyermekeidért, a te barátaidért. Hallgass meg minket, Atyánk. Jézus érdemében. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk és megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé legyen a dicsőség, most és örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk záró énekeként a 479. dicséretünket énekeljük el. A 479. dicséretünket mindegyik versével. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts.